egy ország ismerte meg és zárta a szívébe a jazz meg a zenekarban Kozma Orsit. Az akkor még a 20-as évei elején járó fiatal lány azóta több sikerformációban is bizonyított, azonban a szakmában sokszor élt meg magasságokat és mélységeket. A saját lábára állt és a saját álmait kezdte el megvalósítani. Első zenekara a Szűz Riadó volt, amely után a Kim Novák tagja lett. 1997-ben került be az akkor alakuló Jazz Megazba, amely meghozta számára az országos ismertséget. Ezután 2000-től a Cotton Club Singersben énekelt, majd onnan kiválva szóló projektbe kezdett. 2008 óta a Kozma Orsi Kvártettel koncertezik, emellett pedig számos tematikus estet adott. Mint a papírt a tinta megfogtál. A magas és mély vendége Kozma Orsi. Szerintem nincs olyan ember, aki ne tudna csípőből több slágert is mondani, amelyben hallható vagy. De hogyha azt kérdeznénk az emberektől, hogy milyen Kozma Orsi, milyen ő a hétköznapokban, a privát életben, milyenek a gyökerei, akkor nem biztos, hogy már sokan tudnának rá válaszolni. Segíts egy kicsit megismerni a hétköznapi Kozma Orsit, egy kicsit repüljünk vissza az időben. Honnan jöttél? Én egy echte budai lány vagyok egyébként. A Mészáros utcában laktam vagy 20 évig, az első kerületben. Ha balra néztem, az Artisziuszt láttam, és ha jobbra néztem, akkor a várnak egy kicsinke részletét. Én egyébként nagyon-nagyon szerettem az első kerületben lakni, és nagymamámmal meg az anyukámmal laktunk együtt hárman egy budai lakásban. A felmenőim egy része Erdélyből származik, tehát az anyai nagymamám az Csíkszépvízen született. A nagypapám az színész volt, Harkányi Ödön, és az egyik nagybátyám is színész lett, Harkányi János. Az apukám oldaláról ott meg ugye a szőlőnemesítés volt terítéken, de vannak mérnökök, orvosok is a családban. Tehát igazából egy ilyen értelmiségi és polgári családnak írnám le. Nagyon sok nagybátyám, nagynéném van, és van öt féltestvéreim is az édesapám oldaláról, több házasságból, úgyhogy igazából hatan vagyunk tesók, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Röviden ennyi. És a kultúra szeretete, illetve a művészetek felé fordulás, az honnan ered nálad? Hát nem tudom, nyilván ugye a nagymamám által, aki rengeteg mesét, verset olvasott nekem, és korán megtanított, vagy hát terelt arra, hogy szeressem a verseket és a prózát. Édesanyám rengeteg zenét hallgatott. A lényeg az, hogy egyébként én nagyon visszahúzódó, gátlásos lány voltam, és elég későn derült ki az, hogy nem, hát egy része nem, de az, hogy én vonzódom a színpad felé, az elég későn derült ki emiatt is, hogy én elég félénk kislány voltam, de a nagymamám ő látta azt, hogy jó a hallásom, és akkor pont volt felvételt hirdettek a Magyar Rádió gyermekkórusába, és akkor nagymamám elvitt a meghallgatásra, és akkor tulajdonképpen általános iskola harmadik osztályától már a rádió gyermekkórusába jártam, és azt nagyon-nagyon szerettem, és ezzel párhuzamosan, mert rengeteg mesét, verset hallgattam, meg tanultam a nagymamámmal, így minden évben jártam vers és próza mondó versenyre, amit igazából mindig megnyertem. De nem a versenyzés miatt mentem el, hanem mert szerettem, élveztem mondani a verseket. Tehát én nem vagyok egy versenyző típus, életemben nagyon-nagyon kevés meghallgatásom voltam, mondjuk az egyik pont a jazz meg az meghallgatás volt, de én mindig nagyon szorongtam, és nagyon féltem az ilyen megmérettetéstől. Majd ha összesodornak az évek, ha azt mondom, szeretlek téged, értem én, hogy üres a szó, érzem én, hogy nem eladó, megígérem neked, csak is neked, hogy mindig ott leszek veled, ha kell az életem, neked adom, ha kell a két kezem, odaadom. Féltél és szorongtál, amikor versenyhelyzetben voltál, ugyanakkor azt mondod, hogy eleve is ugye voltak benned gátlások.
De akkor ez a színpad mégis csak tudta felettetni veled, és az, hogy ott állsz, és mondod a verseket? Igen, szerintem a színpad az a mai napig számomra egy ilyen gyógyír, vagy egy menedék, vagy egy ilyen átalakulási lehetőség. Én egy teljesen átlagos embernek mondanám magam a hétköznapokban, tehát én főzök, mosok, vasalok, bevásárlok, nem is nagyon sminkelem magam, tehát én szeretek nagyon elvegyülni így a hétköznapokban, és így eltűnni az emberek elől, de amikor koncert van, színpadra kell állni, vagy videoklipet forgatni, vagy még a pályám elején ugye kacsingattam a színjátszás felé, tehát az nekem egy ilyen átalakulási lehetőség volt, és nagyon-nagyon élveztem, hogy a legmélyebb titkaimat elő tudom hozni magamból, hogy a szorongásaimat el tudom engedni, és teljesen más valakivé tudok átlényegülni, és élveztem ezt a játékot mindig is. Ja, többször már mondtad azt a szót, kimondtad, hogy szorongás, vagy a szorongtál. Ez miből fakadt, vagy meg tudtad-e fejteni? Hát egyrészt, amit otthonról hoztam magammal, én mindig is egy ilyen maximalista, kicsit elégedetlen gyerek voltam. Azt, hogy a szüleim korán elváltak, én ebből túl sokat nem fogtam fel, de talán az édesanyám aggodalma, meg tudod, amit az ember így az évek, évtizedek során így kap hátizsákba, így teherként, vagy nem tudom, súlyként. Tehát nyilván azt vittem én is tovább magammal, meg emlékszem, hogy amikor a színművészetére jelentkeztem, és az egyik felvételén ott volt a Hegedűs D. Géza is, akivel aztán később játszottam együtt a Koldus Opera című darabban, és akkor így mondtam is a Gézának, így kissé szemrehányóan, hogy miért nem tudtam a második roston, legalább a harmadikban, miért nem engedtetek tovább, mert hát olyan szorongó vagy, Orsikám, és hogy ezt nem tudtad úgy, és lehet, hogy a Géza ütette az agyamba egyébként ezt a szorongást, de nem, tehát bennem azért nagyon sok gátlás volt, szorongás, amit egyébként én azt gondoltam, hogy a színészet által, meg a színpad által én ezt át tudom alakítani egy olyan energiává, ami engem sarkal arra, hogy minél jobb legyek a színpadon. Említetted, hogy a jazz meg aznál voltál meghallgatáson, Geszti hívott? Ezt nem is tudom, akár ő is lehetett, nem, szerintem a Gőz László hívott, és akkor én már javában vokáloztam, meg ugye voltak színházi tapasztalataim, Dés László látott látott a Fame című musicalben, akkor Toldi Mária musical stúdiójában játszottam, vagy tanultam, és velük adtuk elő a Thália Színházban, meg akkor vokáloztam már a Dzsungelkönyve című zenés darabban, tehát már így szegről-végről ismertek ilyen vokalista berkekben, de fiatal, friss arcokat kerestek, és akkor ez egy tökkörös meghallgatás volt egyébként. És aztán egyébként először egy embert szerettek volna, de aztán annyira megtetszett nekik a Dóri, a Behumi Dóri, meg az én karakterem is, hogy a végén mi hárman maradtunk lányok a csapatban. Igen. Akkor számítottatok arra, hogy mi fog kisülni ebből az egészből? Hát ugye a jazz meg azban váltál országosan ismerté, és hát hihetetlen nagy siker követte az első lemez megjelenését. Nem, szerintem nem fogtuk fel, hogy velünk mi történik, vagy mi fog történni. És egyébként szerintem a Laci és a Péter sem számított ilyen nagy mértékű sikerre. Tehát azért meg volt ágyazva, iszonyú jó dalok voltak, ugye ez egy filmhez kapcsolódott, ez az egész zenei berobbanás a zenekarnak, a Kalózok című filmhez, és tulajdonképpen a zenekar ott is megmutatkozott a filmvásznon, és tulajdonképpen a filmvásznon léptünk le, és aztán kezdtünk el koncertezni, és eredetileg egy lemez gondoltak az alkotók, de aztán olyan nagy lett a siker, és jó lett a fogadtatás, hogy lett még egy lemez is. Még egy pár turné, és aztán egy nagy búcsú turné, és aztán egy nagy búcsú koncert a kis stadionban. Változunk, és nincs még késő.
Te hogyan élted meg belőle ezt a hihetetlen figyelmet? Nagyon élveztem, én lubickoltam ebben az egészben, én mindent bevállaltam, amit csak lehetett, a vörös hajat, az őrült, ide-oda rohangáló kis csaj szerepét a színpadon, de amúgy is, tehát ez is ösztönös volt, tehát én nagyon-nagyon élveztem, hogy nagy színpadon lehet sok embernek énekelni, tehát jó zenészekkel, jó dalokat, tehát az egész projektnek, az egész zenekarnak valahogy jó voltak a bolygó együttállások, jó csillagzat övezte ezt az egészet. Úgyhogy amikor vége lett, 2 év után, és közben meg rengeteg minden történt, tehát csak kapkodtuk a fejüket, hogy klipforgatás, interjúk, koncertek, itt vannak testőrök, akik követnek minket még a WC-re is, és ez egész egy olyan felpörgött, ilyen nagyon izgatott, izgalmas időszak volt, hogy utána, amikor vége lett, akkor jött egy ilyen légüres tér, és nem tudtuk, hogy mi fog velünk történni, és akkor esett le igazán az, hogy ez mégis mekkora dolog volt, és hogy mi sztárok voltunk idehaza, és utána jött egy ilyen depressziós időszak, legalábbis nekem, kicsit aggódtam, hogy mi van, de úgy azt várta volna az ember, hogy utána azért csörög a telefon, és nem is kapkodnak, de hát, hogy mivel, hogy már ismertek vagyunk, meg jó zenekarból jöttünk, hogy lesz egy-két felkérés. És nem nagyon csörgött a telefon, nekem 2-szer, 1-szer Falusi Marianék hívtak fel, és 1-szer meg László Boldizsár. Amin nagyon-nagyon csodálkoztam, mert ugye a Cotton Club Singers ez egy swing banda, én meg előtte abszolút csak pop-rock alternatív zenével, meg musicallel foglalkoztam, jazzt egyáltalán nem hallgattam, és Boldizsár mondta, hogy Zsédenyi Adrián elhagyja őket, és hogy egy új szopránt keresnek. Na hát én se szoprán nem vagyok, se a jazzhez nem konyítottam semmit, úgyhogy majd kiesett a kezemből a telefon, kagyló, és mondta Boldizsár, hogy ne jöjjek el, próbáljuk meg, itt van 3 dal, tanuljam meg, legyen egy próbaéneklés, és akkor elmentem, próbáltam jól felkészülni, de annyira nagy szeretettel fogadtak, meg bizalommal, hogy akkor ott maradtam velük 7 évig, és ez egy nagyon-nagyon felívelő és egy nagyon gazdag időszak volt, és magam számára is egy nagyon gazdag időszak volt, mert én mindig is ez volt a veszőparipám, hogy mindig kihozni magamból a legtöbbet, feszegetni a határaimat, elkezdtem énektanárhoz járni, kicsit feltornáztam a hangterjedelmet kitágítsam, és sikerült is Kovács Brigitta énekmester segítségével, akihez egyébként a mai napig járok. Elkezdtem jazzt hallgatni, tehát nekem ez egy olyan fontos mérföldkő volt az életemben, hogy az, ahogy ma énekelek, ahogy ma vagyok a színpadon, meg tulajdonképpen általuk is lett egy jazz zenekarom, amire szintén nem gondoltam volna, hogy egyszer lesz egy jazz kvartettem. Tehát nagyon-nagyon sokat köszönhetek nekik. Yes, it's high, it's higher than a guy. That cat is high, oh, look at that look in his eye. Man, I won't lie, he's higher than a sky. Cotton Club Singersből kiléptél, és utána a saját utadat kezdted el járni, ugye utána megalakult a kvartetted, illetve más zenei irányokba is elkalandoztál. Mit tűztél ki célul? Vagy mi volt a következő szint, amit el szerettél volna érni zeneileg? Hát többen hülyének néztek, hogy egy sikeres bandából kilépek, pont amikor ugye az Abba Jazz projektünket mutattuk be, aminek tényleg nagyon nagy sikere volt, és én már 2005-ben jeleztem Boldinak, hogy elfáradtam, hogy most más szeretnék csinálni, közben összeismerkedtem Szakos Krisztián zeneszerző producerrel, és elkezdtünk dalokat csinálni, de Boldi kérte, hogy vágyak még egy kicsit, gondoljam át alaposan a döntésemet, és legyen meg az Abba Jazz, és akkor utána majd megint beszélünk a dologról. És igazából utólag rájöttem, hogy lehet, hogyha zenekarilag megbeszéljük, hogy most tartunk egy fél éves szünetet, mindenki kifújja magát, mindenki nézelődik balra-jobbra, akkor lehet, hogy a Cotton Club Singers a mai napig működne úgy, ahogy régen működött, mert azért működünk,
csak nagyon nagy projektekre állunk össze egy-két koncertre évente. De én akkor annyira azt éreztem, hogy így friss levegőre van szükségem. Tényleg nagyon-nagyon sokat játszottunk, koncerteztünk, és szeretnék egyszer más csinálni, és visszakanyarodni a popzenéhez. És ugye volt ebben egy nagyon jó segítőtársam, Krisztián, és akkor ahogy lement a bemutató, utána emlékszem, egy ilyen tavaszi napon mentem ott az utcán, és akkor felhívtam a Boldit, hogy akkor én kilépek, én nem szeretném ezt tovább csinálni. És akkor úgy éreztem magam, hogy egy iszonyú nagy teher esett le a vállamról, hogy én olyan könnyű vagyok, mint egy ilyen kis pajkos felhő, és nem gondoltam abba bele, hogy mi lesz velem utána, mert egyszerűen azt éreztem, hogy most elérkeztem arra a pontra, hogy a saját utamat járjam, ami tényleg csak rólam szól, hogy próbáljam megtalálni önmagamat, és azt a zenét énekelni, azt a zenét játszani, ami tényleg én vagyok. Az, hogy aztán milyen varga betűkkel, meg mennyire volt rögös ez az út, azt később láttam be, de nem bántam semmit, mert az, amivé ma váltam, ez is egy nagyon fontos szelete volt, hogy én akkor úgy döntöttem, hogy kilépek. Most a helyeden vagy szakmailag? Hogy érzed előre? Én azt gondolom, hogy igen. Tehát több projektem is fut, amit a Művészetek Palotájában mutathattam be. Pont a tavalyi az egy Barbra Streisand-est volt, amit nagyon régóta szerettem volna megcsinálni, mert ő számomra egy nagyon-nagyon fontos ember, mind a musical éneklés, meg a pop éneklés, meg a jazz miatt is. És előtte egy másik estet csináltam, szóval, hogy a saját ötleteimet tudom megvalósítani, és nem kell senkihez alkalmazkodnom. Én magam dönthetem el, hogy kivel szeretnék együtt dolgozni. Mellette olyan popdalokat énekelhetek, meg olyan zenészekkel dolgozhatok együtt, akiket én szeretnék. Tehát ez a kompromisszummentes élet azért azt mondom, hogy elég nehéz, meg rögös, tehát nem ajánlom mindenkinek. De azt gondolom, hogy azt, amit én kitűztem magamnak célul, és azt gondolom, hogy még van pár jó évem, tehát még azt gondolom, hogy tudom még a saját mércémet, meg a lépcsőfokokat, még látom magam mellett, és szerintem ez a legfontosabb, hogy a pályán tudtam maradni, hogy azt a színvonalat, ami már régóta van, meg amit ugye a múltam is predesztinál arra, hogy elvárják tőlem, hogy egy bizonyos szinten teljesítsek, azt tudom tartani, és hogy tudtam még magam számára is meglepetéseket okozni, és tudok még előre haladni. Ez számomra nagyon-nagyon fontos. Ha már nem lenne célom, meg nem lenne hova tovább fejlődni, akkor azt gondolom, hogy akkor hagynám az egészet, és akkor már nem énekelnék. Változik a világ. Ezen az úton fontos az is, hogy az ember lelkileg is stabilan érezze magát, és hogy legyen egy hátországa. Ugye a férjeddel, Benedek Tamással szintén a zene által ismerkedtetek meg. Hogyan? Hát akkor ő még a Neo zenekarban dobolt, és volt egy Eat Me nevezetű alternatív, egyébként nagyon jó kis banda, ami méltatlanul került a süllyesztőbe, de akkoriban nagyon dübörögtünk, még egyébként itt az A38-on is játszottunk, pont a Novel Vág előtt. És Szlovákiában volt egy klub koncertünk, és pont Bajkai Feri, aki akkoriban ebben a zenekarban dobolt, nem ért rá, és elhívták Tomit, hogy ugorjon be. Ő nagyon szépen helytált, és akkor valahogy a turnébuszban elkezdtünk beszélgetni, vagy hát ez nem is beszélgetés volt, mert ő állandóan így azt éreztem, hogy kötözködik, és így értetlenkedik, hogy nem érti, hogy én miért csinálok projekteket, tehát hogy akkoriban is szerettem így 3-4 projektben benne lenni, akkor ugye volt a Cotton Club Singles, ugye volt ez az Eat Me, akkor néha felléptem még a nagy Kriszta Tereskovával, tehát hogy ő
Tehát így azt éreztem, hogy nem beszélgetni akar, hanem mindenbe így belekötni meg így megjegyzéseket tett, szóval nem volt annyira szimpatikus számomra. És akkor visszafelé is a buszban mellém ült, még a vállamra is hajtotta a fejét, elaludt, vagy le alvás szín lett, na mindegy, szerintem neki szimpatikus voltam, nekem ő nagyon nem, és akkor aztán a későbbiek folyamán elkezdődött egy ilyen beszélgetés, és aztán tulajdonképpen fél évre rá már meg is kérte a kezemet. Úgyhogy wow. Mint a filmekben, tudod, a tini filmekben, hogy eleinte így nem születik egymást, ez aztán átfordult egy nagyon-nagyon mély szerelembe. És tulajdonképpen most már 13 éve házasok vagyunk, van két gyerekünk. És mitől érezted úgy, hogy ő a másik feled? Vagy miben egészített ki téged? Gondolom azt, hogy te zenélsz, és hogy milyen életmódot élsz emiatt, azt ő abszolút megértette, hiszen ő is ebben volt benne. Igen, igen. Én valahogy azt éreztem, hogy nekem itt nem lesz soha civil párom. Tehát, hogyha lesz egy férjem, vagy egy társam, de soha nem is volt rá példa. Tehát nekem mindig az embereim úgymond a zenei pályám, vagy így a művészkörökből került ki. De ő abban is már szerintem, hogy ő nagyon-nagyon tud hétköznapi lenni, meg társ lenni, meg a hétköznapi dolgokat is ugyanolyan szívvel, lélekkel tudja csinálni, mint a zenélés, de ezt ketté tudja választani. Tehát nagyon jól meg lehet vele hétköznapi dolgokat is beszélni, de a zenei dolgokat is, tehát hogy abszolút társabban is, mert hogy ugye megszokta ő is ezt a abszolút hektikus életet. De ugyanakkor nagyon gyakorlatias, és nagyon tudott segíteni ugye az ikrek nevelésében, az első perctől kezdve pelenkázott, etetett, tehát ő is mindent bevállalt. Az, hogy nem tudom, tehát hogy én benne találtam meg a másik felemet, és van is egy ilyen jelszavunk, hogy mi nem válunk, tehát hogy mi soha, mi egy élete választottunk párt, és hatörik, ha szakad, mi tényleg ki akarunk tartani egymás mellett, ezért teszünk is, mert rengeteget beszélgetünk. Tehát szerintem a hosszú házasság titka számomra az, hogy nagyon sokat kell beszélgetni, és nem a szőnyeg alá söpörni a problémákat. De egyébként előtte, mielőtt őt megismertem, nekem volt 7 olyan évem, amikor teljesen magányos voltam, és be is rendezkedtem arra, hogy nekem soha büdös életben nem lesz. Se szerelmem, se barátom, férjemet pláne. Mert akkor nagyon-nagyon mélyen voltam. Ez egyébként pont már, amikor a Cotton Club Singles-ből kiléptem, utána jött egy ilyen mély repülésem, és akkor pszichológushoz is jártam, akivel a mai napig tartom a kapcsolatot, tehát egy nagyon jó szakembert sikerült találnom, aki nem csak ezt a depressziót segített feloldani, hanem magamon is, tehát az énekes nőénemen is nagyon-nagyon sokat segíteni, hogy tényleg nyitott tudjak lenni, hogy úgy tudjak az embereknek énekelni, adni, ahogy tényleg szeretném, ahogy elképzeltem magamnak, mert nagyon sok gát volt bennem. Volt egy nagyon jó élményem nemrég, így még nem énekeltem, meg nem léptem föl senki előtt, volt egy ilyen zenei expó, és Honyec Ferenc barátom, aki régen ugye a Mester és tanítványaiban volt basszusgitáros, ő kelt a hárfán játszik. Megtanult egy leakalappal előtte, és úgy léptünk fel, hogy mindenféle hangosítás nélkül ketten duóba, és nagyon-nagyon közelültek az emberek, és nagyon sokan voltak. Hát és kivert a víz, és iszonyan izgultam, remegett a kezem, a lába, a hangszálaim, minden, de az valami olyan fantasztikus érzés volt, hát most hogy is mondjam, ott álltam pőrén az emberek előtt, tehát beleláttak a vesémbe, mindenbe, és képzeld el, hogy az első szám után így átment rajtam egy ilyen nagyon jó leső ilyen energia, és láttam, hogy az első sorban elkezdtek sírni az emberek, én a Ferinek utána nagyon megköszöntem ezt, hogy meg az embereknek, akik ott voltak, mert ilyet még nem tapasztaltam meg. És az, hogy ezt meg tudtam csinálni, azt gondolom, hogy ez is ennek a folyamatos munkának, ennek a belső munkának is a sikere, hogy ennyire az ember fel tudja vállalni önmagát.
De nekem mindig is ez volt a célom, hogy minél többet adni az embereknek, és megérinteni őket valahogy, nem. Tehát, hogy kimennek a koncerttől, tehát valamit vigyenek magukkal, vagy rossz, vagy jó, mert nyilván az a célom, hogy jó, de hogy valami megmozgassa őket, hogy utána valami gondolat legyen a fejükben. Még sok ilyen élményt kívánok neked a színpadon. Köszönöm, Orsi, hogy itt voltál, és meséltél magadról. Köszönöm szépen.